Piaci kölcsönre, csokhitelre és babaváró támogatásra is jár a moratórium. Tizedik hónapja automatikusan minden ügyfélnek. Egyikük egy ingatlan közvetítéssel foglalkozó lakáshiteles híradónknak azt mondta, megpróbálja félretenni a pénzt, ami nála marad. Máshogy alakulnak a bevételek, mint alakultak itt a pandémia előtt, és amikor úgy alakul, akkor természetesen az megy félre. Az eladósodott háztartások 59%-a 1 millió 600 ezer család maradt a meghosszabbított törlesztési moratóriumban. Számukra jelentős megtakarítást jelent, illetve életben maradást, hisz enélkül nem tudnak fizetni a hiteleiket. A Nemzeti Bank kezdeményezte, a kormány döntött. A bankoknak elszámolást kell küldeniük tavaly évvégi zárással, hogy mennyivel többet kell fizetni a moratórium első 9 hónapja miatt. Ebben a bankok számot adnak arról, hogy hogyan alakult a tőketartozás, hiszen erre az időszakra a tőkére kamatot számítottak, ugyanakkor ez nem kamatos kamat lesz. A törlesztők nem emelkedhetnek, a futamidőt tolják ki a bankok, a levélben pedig megírják, hogy egyelőre mennyivel. Ez alapján az ügyfelek mérlegelhetik is, hogy érdemes-e maradniuk a moratóriumban. Akik továbbra is a moratóriumban akarnak maradni, nekik semmilyen teendőjük nincs, automatikusan a fizetési stopvédőhálóját veszhetik. Azok, akik szeretnének tovább törleszteni, ez célszerű jelenti mindenképpen a bankoknál. A Bankmonitor úgy számol, hogy egy átlagos 10 milliós lakáshitel 816 ezer forinttal kerülhet többe, ha valaki tavaly márciustól idén június végéig él a moratóriummal. Ezért összesen 26 hónappal hosszabbodhat a futamideje. Akinek van pénze, és biztos a jövedelmében, az folytassa a hitel visszafizetést, hiszen a moratórium nem jelenti azt, hogy elengednek bármit is a hitelből, ezt vissza kell fizetni. Úgy tudjuk, a bankok egy része postázni kezdte az elszámolást, a többiek pedig februárban küldhetik a levelet a tavalyi moratóriumról.